Augusztus 14-éig szól igazgatói megbízása Horváth Józsefnek, a székesfehérvári Vasvári Pál gimnázium igazgatójának, miután a következő igazgatói ciklusra benyújtott pályázata államtitkári döntés alapján nem nyert támogatást, tájékoztatta az intézmény vezetője a szülőket szerdán. Habár a jelenlegi igazgató a tantestület 100%-os támogatását élvezte, és ő volt az egyetlen pályázó a posztra, szakmai hiányosságra hivatkozva mégis elutasította a minisztérium a pályázatát. Az egykori és jelenlegi vasváris diákok felháborítónak és megdöbbentőnek nevezték a döntést, petíciót indítottak az igazgatóért, melyet 12 óra alatt több mint 4000-en írtak alá. Mint a kérvényben írják, Horváth József a tantestület és a diákság 100%-os támogatását élvezi. Másfél évtizedes vezetése alatt a Vasvári a vármegye és a város legjobb és legnépszerűbb gimnáziumává, sok ezer jelenlegi és egykori diák számára egy közösséget alkotó második otthonná, a diákokat mindig visszaváró alma máterré vált. Az ügyben közben állást foglalt Fehérvár polgármestere is. Cserpalkovics András közösségi oldalán azt írta, reméli, hogy mielőbb mindenki számára megnyugtató megoldás születik, hiszen az elmúlt évtizedben jó munkakapcsolatot és együttműködést tudott kialakítani az önkormányzat az igazgatóval, akinek az iskola épületét érintő, majd 3 milliárd forintos teljes felújítás és bővítés kapcsán fontos szerepe lenne. Székesfehérvár országgyűlési képviselője is megszólalt a történtekről. Varga Tamás értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy Horváth József vihesse végig a Vasvári Pál gimnázium felújításának és bővítésének nehéz, de felemelő éveit. Kerestük a belügyminisztériumot, az érintett tankerületet és az iskola igazgatóját is, a minisztériumtól adásunkig nem érkezett válasz, a további érintettek pedig nem kívántak nyilatkozni.